A Vác otthonában volt hivatalos a balatonfüredi KSE pénteken a férfi kézilabda NB1-ben. A csoknai csapat remek formában készült a találkozóra, hiszen a bajnokságban három szép siker után állt, a Magyar Kupában pedig kivívta a négyes döntőbe kerülést az esélyesebb Tatabányával szemben. A hazaiak a bentmaradásért küzdenek ebben a szezonban, míg a Füred akár még a dobogóra is odaérhet. Ennek fényében jobban is kezdtek a kékmezes vendégek, a 8. percben 1-4-et mutatott az eredményjelző. A Vác nem tudott közelebb férkőzni vetélytársához, sőt tovább növekedett a különbség, a 18. percben 4-9 volt az állás. A folytatásban azonban magára talált a házigazda, amely szívós munkával fokozatosan csökkentette hátrányát, és abszolút lőtávon belülre került a játékrész végére. Szünet után egyenlített, majd vezetést is átvette a Vác. Innentől kezdve óriási izgalmak kezdődtek, a csapatok fej-fej mellett haladva iszonyatosan kélezett csatát vívtak. A 43. percig egyik csapat sem vezetett egynél több találattal, ekkor Varsandán hetesével alakult ki 18-20-ra az állás. A hazai együttes azonban nem hagyta magát leszakítani, a 48. percben egyenlített. A Váciak tovább üldözték a balatonpartiakat, és a véghajrában ismét sikerült egalizálniuk, ám Topics gólja végül eldöntötte a két pont sorsát. Vác Balatonfüred 25-26.